reggelt. Reggelt kívánunk, üdvözöljük Önöket ismét itt a 8 óra 8-ban. Mindannyiunkban ott van mélyen a gyermeki énünk, mindaz, amit gyerekként megéltünk, megtapasztaltunk, ezek lehetnek akár rossz emlékek is, és nem csak a gyereki, hanem akár sokkal inkább visszamenve generációkon át hozhatunk élményeket, sérüléseket, mindezek pedig hatással lehetnek felnőtt énünkre, a viselkedésünkre, a problémáinkra. De szerencsére itt a kineziológia és a családállítás tudománya, ha mondhatom így, ami gyógyírt jelenthet mindehhez, hogy hogyan az Darai Dóra kineziológus és családállító elmeséli nekünk. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggel. Hogy képzeljük el, vagy hogy ismerhetjük föl magunkban ezt a bizonyos gyereki én, tehát azt a tapasztalattömeget, vagy akár emlékmennyiséget, ami a gyereki részünkhöz tartozik? Először is úgy kezdeném, hogy akkor vagyunk valójában egészségesek, hogyha a létezés négy síkjával harmóniában vagyunk. Tehát harmóniában vagyunk, szeretetteli kapcsolattal vagyunk önmagunkkal, másokkal, a transzcendenssel és a világgal, a természettel. Na most ez nem mindig sikerül, úgyhogy ebből kiesünk, és mindenféle lelki nehézségek, életvezetésben való nehézségek, vagy akár fizikai betegségek is megnyilvánulhatnak, és emögött mindig láthatunk, mindig felfedezhetünk valahol a tudattalamban egy múltbéli sérülést, egy gyermekkori sérülést. Aha, tehát mikor ezeket próbálják gyógyítani, vagy a gyökerét megtalálni a szakemberek, akkor derül ki, hogy ez egészen a gyerekkorig vezethető vissza. Egészen a gyerekkorban. Valójában ott kucorog bennünk egy sérült belső gyermek, sajnos nagyon sokunkban, aki már így foganástól kezdve különböző traumák érnek bennünket, és ez a tudattalam mélyén ott rejtőzik, ott kucorog. Azt szokták ugye mondani, hogy amikor például valaki idegen nyelvet tanul, gyermekkorban olyan az agyunk, mint a szivacs, tehát hogy sokkal könnyebb akkor tanulni. Az érzésekkel is úgy van, hogy amit gyerekkorunkban gyűjtünk magunkba, azt már később felnőttként nehéz felülírni, tehát hiába gyűjtünk jó tapasztalásokat, a gyermekkori beidegződés az örök életre megmarad? Valahol úgy van, úgy lehet elképzelni, mint a jéghegy elmélet. Tehát ott a tengerszint alatt ott van elrejtőzve, és ez nem a tudatos szférában, hanem a tudattalan szférában, ott vannak ezek az információk. Mint a fának a gyökere, hogy a gyökér az mindig megmarad, és abból jön a többi. Ott vannak a kis kukacok, és ott rágják ezek a mélyen gyerekkorban beidegződött stresszélmények, amik aztán meghatározzák. Nem tudjuk, hogy miért viselkedünk felnőtt korban úgy, de visszajönnek az érzelmek, visszajönnek azok a hasonló szituációk. Mondjunk egy-két példát, hogy az is értse, aki még mondjuk nem tapasztalt egy ilyen például kineziológiai kezelést, hogy ott van az az emlék, és az hogy nyilvánul meg felnőttként, tehát hogy vezethető át? Igen, nagyon sokszor például a bizalom egy ilyen. Gyerekkorban, mondjuk a 0-tól 7 éves korban 3B a nagyon fontos, a burok, a bizalom és a biztonság. Na most, ha valami miatt ez a bizalom megsérül, tehát a gyereknek nagyon fontos először, hogy táplálja a szülő. Ha nem kap megfelelő táplálékot, például nem lelki táplálékot, de akár fizikailag nem tudják úgy gondozni, akkor később meg valójában az ős bizalma rendül meg, és ezért felnőtt korban, például vagy túlevésben, vagy néha anorexiában is megjelenhet pont ez, tehát ilyen komoly betegség. Mivel a másik véglettel, amikor mondjuk egy szülő nem akarja elengedni az ő gyermekét, és most az részletkérdés, hogy milyen okból, de ugye látjuk, hogy kapaszkodik belé. Nem mondja leválni. Így van, hát ebben az is nagyon... Azt hogy meg felnőtt korban aztán? Hát például görcsös ragaszkodásban minden, de akár az elengedési nehézségekben, ez is gyerekkorban, például gyűjtési mániában, vagy akár függőségekben. Például nagyon sokszor van így, hogy társfüggőség, kapcsolatfüggőség, vagy éppen érdekes módon pont az ellenkezője is lehet, intimitás kerülés. Tehát pont egy ilyen távolságtartás is, hogy nem engedem, nem akarom, mert már pontosan elegem volt ebből a nagyon erőteljes ilyen majom szeretetből, vagy túlzottan erős ragaszkodásból. Tehát így megnyilvánulhat ez felnőtt korban, és ezeket mind-mind lehet orvosolni. No igen, tehát mit kezd ezzel ez a kicsit misztikusnak tűnő kineziológia, vagy a családállítás? Hát legfőképpen az, hogy az a legfontosabb, hogy az ember fölismerje, hogy mi van ott mélyen. Tehát ezzel merni szembenézni, hogy gyerekkorban itt vannak ezek a sérülések. Ezt lehet teljesen egyéni módon is föltárni, emlékezni valójában. Aztán ez kicsit nehezebb, például 5 éves kor vagy 3 éves kortól előbbre egy kicsit nehezebb visszaemlékezni, ezért a kineziológiai speciális módszere az izomteszteléssel tudja ezeket a régi emlékeket föltárni, fölkutatni, olyan mint egy régészkedés szinte így a lélekben, lélek
azzal, hogy ez már megvan, ezzel el is indulunk a gyógyulás útján, vagy legalábbis keresünk. Így van, már maga az a gyógyulás, a felismerés. És aztán utána oldódik a stressz, és lehet valami. És még annyi mindenről fogunk beszélgetni szerintem a jövőben, köszönjük, de ez most jó volt elindulni. Köszönjük. Én is köszönöm. Jön Ada a friss tárhírekkel a Reflektorban. Igen, és aztán még a valentinnapi meglepetéseket is tartogatjuk önöknek így előre. Eská.